Reggeli Monitor. Érdekes fejlemény, hogy az uniós választási programok ismertetésekor a jobboldali pártok egyértelműen amellett lobbiznak, hogy a 2035-ös dátumot, mármint arra nézve, hogy a belső égési motorokat az Európai Unió forgalmáról, útjairól kivonják, el szeretnék törölni, és gondolom, hogy emögött azért a nagy autógyártók állnak. Mennyire tekinthető ez választási fogásnak, illetve kampánynak, vagy emögött egy komoly lobby van, iparági lobby van? Nyilván itt most mindenki egy kicsit a másikra mutatogat, a döntéshozók, a politikusok az autógyártókra, hogy le vannak maradva, az autógyártók a úgymond az állami nagy szereplőkre, hogy nincs elég jó infrastruktúra, van, aki a kínaiakra mutogat, hogy ők ezt biztos ők lobbizták be, hiszen ők 15 éves előnyre is szertettek gyakorlatilag elektromobilitás terén. Olyan márkák, amik nem voltak itt a 2015-ös évektől kezdve egészen 2020-ig nem ismertünk olyan márkákat, amik most úgy előre törtek, hogy 3-4 év alatt már 4-5%-nyi részt hasítanak ki az európai eladásokból, ami igen szignifikáns előretörést jelent, kvázi egy helycserést. Úgyhogy ebből a szempontból mindenki próbál keresni az indokokat, illetve keresi azt a kiutat, hogy akkor most mégis mit érdemes gyártani, mit érdemes fejleszteni, hogy a gyártók profitábilisak tudjanak maradni, hogy az emberek tudjanak autók közül választani, ami számukra megfizethető, és ebből a szempontból tény és való, hogy az elektromos autózásnak van egy nagy belépő költség, amit akár sokszor elfelejtünk, vagy nem számolunk hozzá, ez akár a saját töltőképítése, akár az, hogy maga az elektromos autók jelenleg most drágábbak, hiszen az európai gyártók egyelőre még nem tudnak olcsó elektromos autót gyártani. Míg mondjuk kínai autógyártóknak legalább 180 olyan modellje van, ami 12 millió forint alatti költségért árulják, 18 millió forint alatti összegen lehet venni, addig európai gyártóknak 30 darab ilyen modelljük van, ami a 12 millió ársáv alatt helyezkedik el. Azok a kompromisszumos javaslatok mi szerint szintetikus üzemanyagokat fognak, vagy bioüzemanyagokat inkább felhasználni? Mennyire lehet alternatíva? A szintetikus üzemanyag jelen pillanatában, jelen tudásaim szerint nem alternatíva. Egyetlen egy nagy gyár van, amit a Siemens, a Porsche csoport és a német állam kezdett el Chilébe csinálni, de ők oda fognak jutni a legutolsó számítások szerint, hogy 2026-ban a német országi üzemanyag igény, ami jelenleg most van, annak körülbelül 1%-át tudnánk szintetikus üzemanyaggal ellátni. Arról nem is beszélve, hogy még jelenleg ott tart ez a történet, hogy 2-3-szor drágább lenne, mint a mostani 600 forintos üzemanyagár. Tehát ez egyelőre egy ilyen úri luxus utcutság lenne, amit esetleg versenyzésre vagy a Porsche-be vasárnapi kávézáshoz lehetne igazából használni, tehát egyelőre ez a szintetikus üzemanyag kevésbé, ha meg átmegyünk, ugye a kvázi az élelmiszer helyett gyártunk olyan növényt, amiből utána üzemanyagot formálunk, akkor az meg ugye az élelmiszerellátást veszélyezteteti, vagy akár az élelmiszer árakat, amik ugye az elmúlt egy-két évben szintén robbanásszerűen nőttek. És igazából minden üzemanyag oda jut, ami egyelőre új és modern üzemanyag, hogy áram kell hozzá. Innentől kezdve az akkumulátoros elektromos autózás még mindig a legenergiahatékonyabb, hiszen a hitüvén előállításához is nagyon sok áram kell egyelőre. Ha megvan már az elektromos áramunk, akkor abból durván 70%-ot lehet a meghajtásra fordítani, vagy annyi marad a meghajtásra egy elektromos, teljesen elektromos autón, míg egy hidrogén autónál ez pont fordítva van. A megtermelt áramnak a 30%-a jut el az autó mozgatására, míg a 70% a hidrogénnek az előállítására, az összenyomására, visszatágítására, tárolására, mind-mind elvész, úgymond az éterben. Vajon mindehez a kérdéshez hogyan viszonyulnak az amerikai autógyártók? Az amerikai autógyártók egy teljesen más pályán mozognak. Amerikában nincsen kifejezett kvóta, hogy hova kell eljutni. Olyan szándék van, ők is szintén ezt a 2030-35-öt lövik, hogy addigra egy 50%-ot jól lenne elérni. Tehát ott különböző államokról beszélünk, különböző utazás igényekről, távokról, teljesen más történet van. A fő kérdés nyilván az, hogy mi legyen 2035-ben, mert egyre inkább lehet érezni azt, hogy sok szempontból akár recsegre csobog. Úgyhogy ez jó lenne komplexen tényleg úgy átnézni, hogy mit szeretnénk ezzel elérni. Nyilvánvaló cél az, hogy zöldítés, és hogy az emberek egy élhetőbb környezetben, élhetőbb városokban éljenek, de valahogy a tempót ahhoz hozzá kéne mérni, hogy közben a saját belső uniós gazdaságunkat úgymond ne kényszerítsük térdre, akár mondjuk konkrét esetben így a kínai autógyártókkal szemben meg lehetne nézni az energiaszükségletet, hogy az hogyan épül föl
addigra, amit célként tűzünk ki, hogy hány százalékban álljunk át elektromos autóra, meg kell nézni az áram előállítását, túl azt is, hogy a töltési infrastruktúra hálózat az kinek legyen a feladata a kiépítése, mert egyelőre most mindenki csak úgy immelámmal nyúlt hozzá, ez még szintén le van maradva. A tavalyi felmérés volt, hogy 7-szeresére kéne gyorsítani a töltőállomások átadását átlagosan Európa szerte. Úgyhogy van nagyon sok feladat bőven, de valahogy érdemes lenne ezt úgy összeracionalizálni, hogy maradjon a kecske és a káposzta is, meg maradjanak az európai autógyártók, ami az uniónak azért elég erős gazdasági motorja, és eddig világelsők voltunk, megmaradjon a zöldülési irány is, megmaradjon az embereknek a mobilitása is, ami abból a szempontból nagyon fontos, hogy ezzel döntjük el, hogy hova megyünk nyaralni, vagy hova megyünk el bevásárolni, vagy hova tudunk elmenni dolgozni. Tehát a hétköznapi munkába járáshoz egy része a közösségi közlekedés, egy része pedig az egyéni utazás, és ez mind-mind abban segít, ugye ezt láttuk a Covid idején is, hogyha megáll a mozgás, akkor nincsen nagyon a gazdasági élet sem. Úgyhogy ezt 4-5 lábat kéne úgy összeszinkronizálni, hogy kiszámítható módon tervezetten tudjunk fejlődési irányba folytatni a mobilitás útját.